azt mondtuk, hogy az adott kezelő felelősséggel, hogy mit akar csinálni, és hogy a új értékben, meg a rendeletben az, az adott kezelők nem csak megfelelni kell az előírásoknak, tehát nem csak ismernie kell azt, hanem képesnek kell lenni igazolni. Legyen egy fénykép is, lesz, hogy még egy, legyen egy fénykép is az előadás, hogy egyszer tegyek egy csapos üveget. Miért nem halok meg, ha én hazamegyek és megeszem két kis kecsapot? Nem tudom bele van. Azért nem, mert én elolvastam az összetételt, keresztem az E372, hány gramja érkező, és mit csinálom. Nyilván megvannak az érintett jogok, még egy kis tájékoztatást feljutatom az infóvonalat. Nem ezért nem halok meg. Azért nem halok meg, mert van egy szigorú szankciórendszer, van egy ellenőrző hatóság, mindig aki ellenőrzi, hogy valami az agyártás. Emellett van egy kötelezettsége az ezt előállító szervezetnek, hogy megfelelően járjon át. Tehát előírások és szankciók. Ugyanezt várja le a rendelet is. Van egy előírásomag, a rendelet meghatározza, hogy mit kell, hogy a legekkel jön a személyes adatokat kezelni. Az érintettnek megvan a joga, hogy tájékoztatást kérte, hozzáférhet a joga kezelő adatokhoz, de nem az, hogy feladata, hogy jogszerű legyen az adatkezelés, hanem a ketchup gyártónak, aki adat kezelni akar. Emellett van egy szigorú szankciórendszer, a minden szülődíjról által nevezgetett sok millió eurós bírság, pedig egy esetben a szankciódat minden hatóságon túl ellen 50 millió eurós bírságot szabott ki. Meglátjuk, hogy a bíróság majd ezt fenntartja, a bíróság megsemmisíti ezt a hatósági döntést, a határozatot. Hazánkban, ahogy említettem, még elkerült intézkedéssel kiszabásra, és szinte biztos, hogy egy KKV esetén elképzelhetett, hogy ilyen minimusan fogésekről szabunk ki a hatóság, megvan egy szintén egy gyárgyatotási környezésre érkező információ adott, hogy a bírság kiszabása nem szerintem könnyű. Tehát biztos az első időben nem millió euró bírságokról beszélünk majd. Mi tehát az elvárás az adatkezelőtől, ha őket csak akar csinálni? Tudatosság. Ugye, mit csinál? Milyen adatot gyűjt? Mint gyűjt? Mi van az adatbázisa? Korábban miért a hatóságnak kezdtem tavaly nyáron dolgozni, számos esetben adatkezelőkkel dolgoztam együtt. Ez a legnagyobb probléma, fogalmas nincsen, hogy mi adatok és milyen nagy magyar startup cégek tudatokon keresztül IT feladatokat oldottak meg, mi adatok, miért vannak, használják bárki, hogy férfüggő járunk hozzá, és hatalmas adatisztítást végre hajtani számokat akkor, amit nem is kellett segíteni. Tehát tudjam, hogy mi van, írjam ezt. Erről szól az adatvédelmi nyilvántartás, hogy a feldolgozó nyilvántartás, a adatfeldolgozás részek, tudjam, hogy minek mi adatok miért közelem. Kettékeim a kockázatokat. Mi fog sérülni, ha behal az a szerver, mi fog sérülni, hogy oda belépnek, úgy arra, hogy mi történik. Megfelelő és hatékony intézkedések, nekem kell tudni igazolni, hogy én tartottam tudatosított tényeket a kollégáknak. Én úgy alakítottam ki olyan a biztonsági intézkedéseket, alkalmaztam, hogy ki azon elfogadott időszerűen. Nem Windows XP-s néven működtettem azt a rendszert, hanem valami még támogatott és elfogadott. Érintett jogok biztosítása, tehát én kitaláltam, hogy nem jól csinálni, ha valaki megkérdezi, hogy már ti adatot kezelsz. Van-e nekem rendszerem, hogy más adatot adjak, ahol a tisztelt felvételre? Ki fogja megcsinálni? Hogyan, ha érkezik egy ilyen kérdés? Ellenőrzési szankciórendszer, főleg nagy vállalatok, tehát első ellenőrzés keretében az alapvetően tisztviselő, akkor van egy kinevező, vagy köteles ezt kinevezni, rendszeresen köteles ellenőrizni a belső működést, tehát én a ketchupot akarok gyártani, ez az én döntésem, hogy akarok ezt gyűjteni, akarok kezelni, akarok hagyom, hogy gyakorlatilag például. Nyelvvizsga központ, cita látom, hogy minden nyelvvizsgából hat felvételt készít. Ezen hallatszik a két vizsgabiztos, meg a vizsgázónak a beszélgetése. A vizsgázó teljesen egyszerű érintetti kérdése fordul hozzá, ő szeretne visszahallgatni a vizsgát. Közölték, hogy nem adják ki a két vizsgabiztosnak a hangját, az ő személyes adata, arra meg nincs technikai lehetőség, hogy a hangsávot széttalanul, hogyha csak a vizsgázatnak a mondat, hogy valószínűleg azon a felvételen. A mellett biztos vagyok benne, hogy megfelelő összegek van olyan szoftver, ami erre képes, de ők azt mondták, hogy nincs erre lehetőség. Miért tetszik gyűjteni a tessék végig gondolni, hogy ha ketchupot csinálok, akkor minek kell megfelelni. Tehát gyűjtett kezelő adatot, az az ő döntése. Következő. Ha gyűjt, akkor milyen jobb a cél gyűjteni. Miért fogja felvenni azt a vizsgát, hanem azért, hogy később igazolható legyen, hogy hülyeséget mondhatok a hallgatóknak.
összekeverjük, nem az érintett számára egyetlen legyen, hogy a vagyonvédelmi rendszer, a védőnyilvántartó rendszer, a helyenlegetés széljátszható rendszer, miért van az alkotmány? Ne kellene kiírni az alkotmány célját. Feladatom meghatározni, hogy milyen eszközt alkalmazunk. Ez pésgépet, vagy a kisebb rendszer, biometrikus arcfelismerő rendszer, vagy egyszerű kamerát, nagy felbontás, kis felbontás, távoljelzés, helyi rendszer, tehát ez még az alapkezelőnek a feladat. Milyen alapú vagy bűcsön, milyen területet figyeljen. Például a egyik nagy áruházlánc kapcsán az alapvizeti hatóság eljárásával beszereltette azt a kamerarendszert, ami a fertőzhetős helyiséget kamerázta. Egyrészt az érintet nem tudta, hogy ők megfigyelik, másrészt túl sokan látnak rá a felvételre. Nem volt jószerű, hogy alapvizeti a felvételre. Egyébként ugye az áruházlánc rendszer szerint továbbra is kamerázott, feltétlenül szükséges, arányos nincs egy eszköz. Tehát miért nem tudom én erős védeleten megoldani azt, hogy elhagyja az alkalmazottak, miért nem alkalmazható erre a más rendszer, ez érthető áramondatban, hogy ez miért jó. És ebben lehet adott esetben gazdasági vagy technológiai megfogolás, ezeket is figyelembe veszem, de nekem meg kell tudom mondani, hogy ez egy szükséges, azon tudjuk, hogy az jól hangzik, hogy felveszem a kisdet. Kinek a hozzáférés a rendszerén? Fogja azt látni, hogy milyen partnereknek adják, hogy minden adatokat. Ő felelni fog az adfeldolgozók választásáért, tehát hogy milyen felhőszolgáltató készítében, milyen futárszolgálattal, tehát ki azt a dolgot tudjuk. Kinek engedt hozzáférést a rendszeréhez? Felel az átfoglalatok jogszerűségért, és felel azért, hogy az adatfeldolgozójával meg tudja figyelni a szerződés kössön, amennyiben nem egy jogszabály jelenti az adatfeldolgozót, például számos is, hogy jó szabályt a felező dolgot feldolgozást végezzel, és tehát végig kell gondolnom, hogy üzemeltetőt vagy vagyonvédelmi céget igénybe veszekem, de igen, akkor még a feldolgozóknál adott esetben. Felhőben távol, de az adottakon sem, tehát a döntéseket nekem kell meghozni. Érdekes kérdés, hogy valaki csak felszerelni egy kamerarendszert, tényleg egy személyi családot nem kéne hozzá adatkezelő lesz, nem ismerek meg személyes adatot, nem hozok önnek döntést, azzal kapcsolatban, hogy építem a rendszert. Távolról frissítést küldök, szoftvert frissítek. Én nem félek hozzá egyes adatokhoz, az adatbázis nem látom. Nem leszek adatkezelő, nem leszek adatfeldolgozó. Én rendszeres biztonsági mentést nézek ennek a cégnek. Adatkezelő, adatfeldolgozó leszek. Lehetek, hiszen személyes adathoz félek hozzá, akkor ilyen adatkezelés, adatfeldolgozás lesz az érdekes. Döntéseket fog az érdekezzel kapcsolatban. Minden esetben vizsgálni kell, remélhetőleg úgy gondolom, hogy testület irányítást fogad ezzel a adatkezelő adatfeldolgozó kérdéskörrel kapcsolatban is, mert igen, nehéz meghatározni számos élethelyzetben, hogy most miről is beszélünk. Tehát ha nem fél az adatokhoz, akkor nem lesz adatfeldolgozó. Hogyha viszont egy kívülóvel alkalmazással át tud érni a szomszédben, hogy átveszi a kurzot, valakinak és szükségszerű adatokat is tud meg, akkor már kell egy adatfeldolgozó szerződés, hiszen személyes adatokat fog is meg. Távolségűségű szoftverrel kapcsolatban különböző mint a fájlok átküldését, már az adatfeldolgozásról beszélünk, vagy adatkezelésről, de a címzettéből kerül. Tehát az adatkezelő felelősségét kell alapelvetni a cserélyások megfelelésért, neki kell tájékoztatók készíteni figyelembe, motivációt kiadni, vagy szerződésben ezt tenni az adatfeldolgozójának. Érdekvédekelési tesztben igazolni a dolgozóinak, meg a hatóságnak, mert itt a alapját, hogy miért is csinálja ezt. Adatbiztonsági követelmények, adatvédelmi szerencsek észlelése, bejelentése, kezelve adatok védelméért, adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásáért. Adatfeldolgozó ilyen felel. Elsődleges megbízási szerződés, illetve az adatfeldolgozási szerződésben foglalható bennhatásait. Nagyon sokan csapatokon dolgoznak, jó lesz az, nem olvasom el 6 oldal adatfeldolgozási szerződésben mindig ilyen. Ami benne van, az én felelősségemet meg fogja határozni. Majd aláírtam, akkor azt szerint kell, hogy eljárni. Saját kutatásai és alvállalkozó tevékenységét is az adatfeldolgozó felelőt. Igénybe veszek egy alvállalkozót, személyes adatokat tudok átadni, új szabály, hogy csak és kizárólag akkor tehetem meg, ha ehhez az adatkezelő hozzájárulhat.
hát ő, illetve hozzáadás, hogy nem lehetett kiégetni a feladatot. Adatbiztonságért felelek, ütés, továbbítás, tárolás, naptopfájlok, biztonsági megkülönböző, hálózat, védpontvédelem, nekem kell kialakítani, a feldolgozók itt adatbiztonsági megkülönböző, hogy nálam meghozhatom. Ugyanakkor írhat nekem elő az adatkezelő is ilyeneket, például tudja, hogy ők nagyon szenzitív adatokat fog kezelni a rendszerébe, tehát elvárja, hogy csak bizonyos feltételek teljesítése esetén adják az adatokat. Itt is nem kisebb, viszont a két számos esetben. Ha én egy, ez egy KKV-t, és egy Dropbox-on, vagy Google Drive-on, vagy egy Office 365-ot szeretnék használni. Nyilván nem tudom előírni az adatfeldolgozási szerződésemben, hogy akkor mit várjuk el a kompjútörökön, de vagy ehhez. Ezért a hatóságok is sokkal nagyobb figyelmet fordítanak ezekhez a nagy adatvállalatokhoz kötődő adatkezelésekre, ahol a kisebbokban még nem is feltétlenül látszik, csak tényleg nagyon figyelmet meg. De kisebb értő szervezetek esetében, adatfeldolgozás esetében egy feladat lesz. Adatok szolgáltatás helyen, tehát az adatfeldolgozó információk kell, hogy hagyja ott adatkezelő részére. Tehát a kamerarendszer üzemeltetője, működtetője, a hangulátható, aki a bevásárlóközpontban zajló tevékenységet közvetlenül szeretne kamerába, adatokat kell, hogy megkérje az adatfeldolgozóktól, hogy hol lesz a kamera, hol tartjuk a adatcseret, kifelé hozzáadatokhoz, milyen biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Nem a konkrét megoldást kell megoldani, csak hogy például ilyen hálózati titkosítás, mentési rendszer, ilyen kategóriának alkalmaznak, milyen intézkedéseket foglalkosítanak az adat biztonságának megteremtési érdekében. A hatásvizsgálat fordulókat kell adnak. Szintén, hogy egy adatfizsgálat következik az adatfeldolgozónál, tehát mondjuk távolról, távol jelenés keretében mutatókat, és ott nálam történik egy adatszivárgás, akkor erről köteles tájékoztatni az adatkezelőt, és az adatkezelő kell, hogy ezt megjelenik, és az adatkezelő hatóságot, tehát a kapcsolódatokat átjelenik. Adatvédelmi tisztviselő kijelölésért, ha igazak rá a feltételek, hát nem sokára alaptevékenysége az az, hogy nagy mértékű szisztematikus megfigyelést folytat. Tehát egy nagyon minden cég az tipikusan köteles lehet a tisztviselő kijelölésért, de nem biztos, hogy annak közülőként részt vesz a tevékenységében, van a feldolgozás keretében, ettől függetlenül kell, hogy a tisztviselő. Saját célra nem használhat a személyes adatot, mert akkor alapkezelővé válik egyből. Utásszolgálat kiviszem, nem sok mondjuk ezt kis csomagot, de mellette én megkérem a új telefonos elérhetőséget, egyeztetik, hogy nyomja futár, mikor menjen, akkor egy olyan adatkezelést fogok én meghatározni, tehát már adatkezelőké várom, hogy nem szóval, hogy mondom én a adatkezelőkések. Még az adatfeldolgozó nyilvántartásban kell írni, hogy mi adatokat tárolok, és kinek. Pont azért, hogy tudni lehessen, hogy ő majd incidens szenved el, akkor kinek is volt az adatokat, hogy én elképzelhetők, akkor másik vitatok, majd rendeket változás. Korábban úgy hívták, hogy a tájékoztatás. Tájékoztatás volt az előzetes tájékoztatás, a tájékoztatás volt az, és akkor jön az itt dolgozó problémás kulcsak, és adottak kér. Vagy kívül a vállaló, aki elkezd adatni tájékoztatás kérdését. Ezt az utólagos tájékoztatás kérdést tudja a jogszabály hozzáféléshez való jognak. Ennek keretében joga van arra, hogy visszajelzést kapjon, hogy adott vagyok kezelése folyamatban van-e, akkor korábban fogja. Ebben az esetben nem ugyanaz a előzetes tájékoztatás kell neki elküldeni, hanem azt kell megmondani, hogy igen, hogy a küldök, munka valeseleg kívántartása milyen környezetnek határozott határozott. Ilyen adatot a számlákon szerepel be, aláírásban. Meg kellene határozni számára, hogy a személyi nyilvántartást csak ágyítani a honlan. Nem olyan hívvállalkozás, hogy a 50 évre kiforták a ügyletű adatköröket a magyar kapcsolatban, erre most nem merjük kérdékeni, de talán úgy minden volt, ami kapcsolódott a szabályváltozás. Tehát megvan a bizonyos adatközelési célok, amiért a volt munkavállalókban is, hogy kellene tárolni a kérdési adatokat, munkaegészségügyi ellátás, munkaegészségügyi orvosnál, orvosnál ott kell, hogy legyen korábbi dokumentáció, és már távozott a dokumentáció, és nyilván ezeket a végkezelni fogunk. Tehát ezekről tájékoztatjuk el, meg kell mondani, hogy mi adatban, milyen célból megkérdezni nálam. Adott esetben nekem jogos érdekel lehet, hogy a külvállalatban korábban rögzített
ha nagy újdonság, minden hozzáférés kapcsán tájékoztatunk kell, hogy milyen jogon. Tehát, hogy ha helytelenül összetetni, akkor kérnek helyesítést, kérnek az adott törlését, akkor lehetőség a húzatkezelést, majd bírtakozhat az adatkezelésre, és az esetben meg fogunk kiírni, hogy az érdekkezelésre, hogy miért nem történik, hogy ennyit a ki és ilyen körülményt tudok kezelni az adatkezelésre. Jogorvoslati jog, ezt nagyon-nagyon sok tájékoztatóról lefelejtik, pedig az előzetes tájékoztatás után, illetve a hozzáférés keretében is tájékoztatunk kell arra érintetteket, a magánszemélyeket, hogy joga van az alapvetelmi hatósághoz fordulni és bírósághoz fordulni. Ennek ellenére az a hatóságnak a gyakorlata, hogy arra bíztatjuk az érintetteket, hogy egyből megjárásuk a saját bűnbánatunkat, hanem első körben forduljanak az adatkezelőhöz, és amennyiben az adatkezelőnek beszerelhetünk a kérdésüknek, bírtakozásuknak. Nem a tájékoztatás, van fordulnak keresik meg a hatóságot, nem csatolják be a utasító levelet, vagy korábbi tetszett teret is jelentőságunk, nem áll jelentkezett, mert általában ezt megvizsgálja a hatóság, és felszámolt a jelentős érdekségével beszél, akkor a felhasználókból ilyen. Jó orvoslat, jó. Rendtegek újítást a másolatot kértek, és rögtön a GDPR több szövege, ami első alkalommal lényegesen másolatot kértek arról a kérdőadatokról, és később a másolatot kért már észszerű így, vagy visszaidésszerűen ismételhető újabb és újabb és újabb tájékoztatás kérdések esetében is alapokból a tájékoztatás. De első alkalommal ugyan sem biztosítani kell. Számtalan probléma felvetődhet. Mi van akkor, hogyha egy ügyfélszolgálatra betelefonál az ember, és azt mondja, hogy az elmúlt fél évben, illetve kétszer telefonáltam, hogy nem van felvételem. Nem mondhatjuk azt, hogy teljesen jóviszerű és jogszerű választ, hogy nekem nincsen eszközöm, hogy azon sincsen a magadat, hogy azt mondjuk, hogy beszéltél. Kérdezd meg pontosan, hogy mi volt a telefonáltál, mi volt a kérdésben, és akkor én azokat fogok neked várni, visszakeresni kell. Ugyanígy a kamera felvételre kér tájékoztatást, hogy mikor fogok a kamerát, akkor vagy jelentkező időben mutassa meg a helyét, másrészt ez megint csak egy csapó kérdés, hánynak időzőben a felvétel. Na, ha én azt mondom, hogy én fogom mind a pont, hogy ez jó lesz 275 napi, akkor kérhet, hogy 275 nappal ezelőtt felvételt és a kiadását. Tehát problémákat jelent az érintett jogainak a teljesítésre, és nehéz megvédenek. Én azt mondom, azért nem adott, mert az utolsó pontokra visszanézett dolgok itt előttem. Igen, nagyon fontos követelmény, ez a második kiadása mások jogait nem veszélyeztetve, nem sérteni. Tehát a rót rá, vele kapcsolatban rögzítve az a napi jog, hogy második adatait nem. Tehát felismerhetve felvételt ez az érintett által kért másolatban az összes többi személyeket mondták. Ez egy iszonyatos munka, a felesés, már a jövőkorában szükségben, ezeket kitakarni az összes alkalmat a felvételről, hogy milyen másolatnak ér. Szintén befolyásolva a kipákat, hogy szeretnék érkezni a felvételt. Van még egy lehetőség a hozzáférési jog kapcsán, hogyha valami személy szeretné jogos érvényt érvényesíteni, akkor szintén kérheti bizonyos felvételeket érdekelően. Szerint ott valami látható, hogy ezt megjutatolja, elküldi, zárom a felvételeket, tehát már egyébként törölni kellett most játszokat szerint, de én ezt félreteszem, más célból nem használom fel, és amennyiben az ő tárolását követően egy eljárás, mint egy polgári keresztül a rendőrséghez fordul, akkor utána a nyomozó adóság tőlem ezt a felvételeket. Erre is megszerkészülünk részletet, hogy a rendszerből, tehát az automatikus felüldással a rendszerből képes legyen felüldelés, mint a rendszerből. Tisztviselő. Itt volt kötelező nekem tisztviselőt jelölni. Egyrészt akkor a közfeladatot látok el, hogy közfeladatok szervezet. Tehát itt közút, víz, gáz, önkormányzat, hatóság, hivatal, köteles kijelölt. Nyilván a szegénységet egyedül államnak állam, a szemben nem hozhatja ezt a jogást. Nem adott adatot, mert nincs egy más. Adatkezelés fő tevékenység az érintett nagymértékű rendszeres és szisztematikus nyomonkövetése, már egy adatok minden az érintett előfordulat, vagy fő tevékenysége során különleges adatok kategóriájának, a bűnügyi adatoknak nagy számban történik.
Tehát, ha egy egyéni orvosról beszélünk, akkor ott még az a adással rendelet, illetve a kecskületnek, hogy nem forog fel ez a nagyjegyiségű adat, de a két orvoshoz száll és majd cikkárnője, vagy egy ápolónő, mert az esetben meg megvalósul ez, tehát itt már kell fogadatni ezt is előtt. Ezek közül egyik sem árt el. Nem főtelékenység, hanem egy bevásárolt, amellett a főtelékenység az üzletlenségeket értékesít, vagy ad ki. És amúgy van egy kamera rendszere is, ha neki az alaptelékenysége, főtelékenysége nem alatt értéknek, ugye egy lesztelt 24 értéknek. Ettől függetlenül kijelölhetjük, szeretnénk. Ha kijelöl adat, hogy egy biztosanyag, akkor a tulajdon függetlenséget olyan nagyon erős jogokat kell garantálnia, mint a kövezőkkel az is esetben. Tehát függetlennek kell lennie, nem lehet humányi vezető, nem lehet hányi vezető, nem a kérdező döntéseket az alapvezetés kapcsán. Bármilyen illatban nekünk, bármilyen illatban például a rendőrségnél nem lehet olyan személyt kijelölni az ügyetbiztosőnek, aki nem gondolkodott milliós tett iratokat kikerülni. Tehát személybiztonsági biztosítmány felhasználó engedélyt kell, hogy neki kell, hogy legyen neki az alapvezető felelősség olyan személyt kijelölni a biztosőnek, aki ezeknek a feltételeknek megfelel. Tehát ő akkor ellenőrizhet, belső ellenőrzés keretében incidenseket vizsgálhat, számot kijelölhet. Mikor lesz nagymértékű szisztematikusabb megfigyelés? Nagy mértékű az, lehet az érintettek száma, vagy a csoportok 5%-a, de hát mondhatjuk a